Stitcher Supplier. Azt a következő körbe szeretném, hogy kiragd. Igen, a Memory Lapse-el ment a dektetőre. És megunta, bedobta. Sziasztok! Ma a kék-piros control deckemet fogjuk megnézni, amit ugye a Historic Brawl szabályait kihasználva én Rovan's Color of Sparks-re építettem. Ugye egy Planeswalker, aki alapesetben nem lehetne Commander, viszont a Brawl szabályai szerint lehetséges, így őt választottam. Ugye ő egy kétoldalas kártya, tehát vagy Rovanként, vagy Willként tudjuk kirakni, ugye Will's Color of Frost. Nézzük, mit is tud. Ugye a piros oldala, Rowan, 3 manáért 3 loyalty is Planeswalker, instant and sorcery spells you cast, cost 1 less to cast. Tehát minden egyes instant és sorcery spellünk egyel olcsóbb. A plusz egyes képessége, hogy tud lőni egyet az összes ellenfelünkbe, ez annyira, hát hogy is mondjam, nem olyan erős, viszont hogyha 3 vagy több lapot húztál ebben a körben, akkor 3-at lő. Hát nem a legerősebb. Minusz 5-ért pedig tud adni egy emblemet, hogy whenever you cast an instant or sorcerer spell, you may pay 2, if you do, copy that spell. Tehát, hogyha kirakok egy instant vagy sorcerit, akkor fizethetek 2-t, és hogyha megteszem, akkor lemásolhatom azt a varázslatot, és ugye új célpontot változtathatok. Viszont nem miatta játszom ezt, hanem inkább a Will oldala, ami nekem szimpatikusabb. Will 5-ért egy 5 loyalty is kék Planeswalker, ugyanazt tudja, mint Rowan, tehát instant and sorcery spells you cast, cost 1 less to cast, tehát egyel olcsóbban tudok instantot és sorcery spellt castolni. A plusz 1-es képességével meg tudja védeni magát, up to 1 target creature has base power and toughness 0/2 until your next turn, tehát 0/2-es lényt tud csinálni a következő körömig valamiből. Minusz 3-ra tud húzatni 2 lapot, lejön húzat 2 lapot, általában erről szól ugye az ő feladata. Minusz 8-ra pedig 5 permanens tud exile-olni, és ugye ezekért a permanensekért annak a kontrollere 4/4-es blue and red elementálokat tud játékba tenni. Nagyon erős is tud lenni, meg ugye ki is tudunk kapni, mert az égis csak húsebzés letesz az asztalra, hogyha az ellenféltől lelövünk 5 permanenst, viszont például, hogyha van rá egy tömegírtásunk, ami leviszi azonnal az elementálokat, és lelőjük 5 földjét az ellenfélnek, akkor azért elég jó nyerő pozícióba tudunk majd kerülni. Mivel játszunk ezek után? Hát nyilván kék deck, tehát vannak counterek. Itt megint próbáltam a legjobbakat belerakni, ugye 3 manáig, a Sublime Epiphany-t imádom, tehát nem lehet kiadni. Ugye itt, amit még eddig nem láttatok, az az Ion Eyes, ami ugye 3 mana, kék, piros, counter target spell, Ion Eyes deal 2 damage to that spell's controller, tehát meg tud counterelni valamit, és még lő 2-t is a kontrollerbe. Természetesen játszunk lövésekkel, amik ugye itt leszedések, és itt is van ugye pár dupla színű lap, mint az Electrolyze, ami 2 sebzést tud maximum 2 targetbe lőni, ugye megosztva, de húzunk rá egy lapot, a Prismari Command, ami 3 manáért instant, 2-t választhatok az alábbi 4 képességből, vagy lő 2-t any targetbe, vagy célpontjátékos húz 2-t, dob 2-t, célpontjátékos csinál egy treasure tokent, vagy le tudok szedni vele egy artifaktot. Itt van a Battle of Frost and Fire, ami 5 manáért, hogyha lerakom, akkor 4-et lő az összes non-giant lénybe és az összes planeswalkerbe. Az a baj, hogy ugye a piros varázslatok nagy többsége lő planeswalkerbe is, tehát hiába ugye azok a winkonok, óvatosan kell játszani a tömegírtásokat. 2-re scryolhatok 3-at, a harmadik képességét annyira nem játszik, ugye nem játszok annyira nagy varázslatú lapokkal, hogy fixen ki tudjam használni. És ugye itt van a Magma Opus, ami úgy vicces, el tudom dobni Treasure Tokené, vagy 8 manáé, tud lőni 4-et megosztva, any targetbe tudok teppelni 2 permanens, tud csinálni egy 4/4-es elementált, és természetesen tudok húzni 2 lapot vele, ő inkább ilyen szerelem lap, mint nagy haszna is lenne. De nézzük, milyen tömegírtások vannak. Például itt van ugye a Brotherhood's End, még a Brothers War-ból, ami vagy destroyolni tudja
all artifaktot, ugye az összes artifaktot, ami három vagy kisebb manás, vagy minden lénybe és planeswalkerbe tud lőni hármat, nem rossz. Ugye itt a Burn Down the House, ami ötöt lő mindenbe, Hour of Devastation, ami szintén ötöt lő mindenbe, és itt van a Star of Extinction, hát Destroy Target Land, és lő 20-at minden lénybe és minden planeswalkerbe, tehát itt nem valószínű, hogy fönnmarad bármi is az asztalon. Játszunk pár laphúzással, ugye Wizards Class, az Arcane Infusion igazából ugye a felső négyből tud kiszedni valamit, Expressive Iteration, nagyon jó lap, harmadik körbe ugye a két manánál kijátszva földet tudunk exile-ba tenni, egyből kirakni, Light Up the Stage, Valakut Awakening, Cosmos Elixir és Seagate Restoration, Ramp, pár, ugye planeswalkerök. Az alap pirosak, amiket ugye már láttatok tőlem, ide is betettem a Kotot, tud keresni ugye Mantent, Chandra, Tibalt. Ugye ez Arena Only lap, viszont két manátod lehet draftolni, a kör végéig ki tudom kasztolni azt, amit draftolt, amilyen lényeket tud adni, tud lőni négyet, és tud csinálni devileket, tehát szerintem nem olyan rossz. Ugye itt van az Awakened Inferno és a Flame Catalyst. Kékek közül természetesen itt van a Teferi, itt van egy Tezzeret, ami mind a kettő a laphúzást tudja elősegíteni, és a két színűek közül ugye a Royal Science, draw a card, discard a card, vagy tudok adni 2-0-át és First Strike Trample-t egy lénynek, ugye mínusz 8C pedig húzok 4-et, és utána any targetbe tudok annyit lőni, amennyi lap van a kezembe, nem rossz, és Ral Izzet Viceroy, én kifejezetten szeretem őt, ugye plusz 1-ért megnézem a felső két lapomat, egyet kézbe veszek, egyet graveyardba, mínusz 3-é tud lőni annyi célpont lénybe, mint amennyi instant és sorcery van a graveyardomban, mínusz 8-é pedig whenever you cast an instant or sorcery spell, this emblem deals 4 damage to any target and you draw 2 cards, tehát amikor kijátszok egy instant vagy sorcery-t, tudok lőni 4-et bármibe, és húzok 2 lapot. És van pár egyéb lap, amivel játszok, mint például az Unlicensed Hearth, valamivel ki kell szedni az ellenfél graveyardját. Gondoltam, kipróbálom végre én is az Oracle of Alpha-t. Ugye ez beteszi a Power 9-t a deckünkbe, tehát onnantól tudunk Ancestral Recall-olni, tudunk Moxokkal játszani, úgyhogy szerintem annyira nem rossz. Karn Silex teppelve jön, és a következő körbe asztal tud írtani, minden non-land permanens le tud vinni, ami X és lesz, tehát egy elég jó kis tömegírtás szerintem ebbe a deckbe. Ugye Fiery Emancipation, ezzel mivel triplázom a damage-et, ezek a planeswalkerök például 9-et tud lőni, de egy Chandra is 3-at. És gondoltam, kipróbálom végre ezt a One with the Multiverse-t. Ugye 8 manás enchantment, esélye nem sok van, hogy sokszor kijöjjön. Ugye bármikor megnézhetem a paklin felső lapját, ki tudok játszani onnan földeket és spelleket, és körönként egyszer ki tudok játszani egy spellt a decktetőről vagy a kezemből, anélkül, hogy kifizetném annak a mana költségét. Szerintem nem rossz. Természetesen ugye földek, ugye láthatjátok, hogy mikkel játszok, és ugye itt ez 37 földet fog írni, de ugye van 3 modulár lap, amivel ugye 40-re egészül ki, és itt láthatjátok, hogy nagyjából 50-50% ugye a két szín megoszlása a deckbe, és a 3 manás lapokból van sok, köszönhetően ez a 3 manás kantereknek. Miután megismertük a decket, nézzük meg, hogy hogyan teljesít. Mai első ellenfelünk Muldrotad, a Grave Type, ugye az az elementál, aki a graveyardból ki lehet játszani permanenseket. 6 manáért 6/6, nem olyan rossz. Mi kezdünk? Van földünk, van rampunk, tömegírtás, planeswalker, hát nézzük meg. Storm Giants, utána a Snowcovered Mountain, Arcane Signet, és akkor ott már azért a 4 manával nem vagyunk olyan rosszak, de remélhetőleg azért húzunk is majd. De még az se gond, mert a Valakut Awakening-gel ugye akár le is tudjuk cserélni a kezünket a következő körben. És ha nem húzok földet, lehet, hogy meg is teszem. Kicsit kockáztatunk. Vagy...
Hát, lelőjük-e a rampját? Egyelőre nem. Játsszuk ki ezt a Valakut Awakening-et. És úgy érzem, hogy most mindent leteszek, és ezért ugye 5 lapot fogok húzni. És jött egy Lightning Bolt, úgyhogy le is lőjük a Zornitopter. Nem kell az a plusz mana neki. Mi nem állunk rosszul. Következő körbe akár tud jönni Will, és húzunk még 2-t, ez attól függ, hogy mit fog lerakni. Ugye a Galagreeters az olyan lap, ami kicsit zavarhat, úgyhogy jöhet rá egy Chandra, Heart of Fire, ami ugye a plusz 2, a plusz 1-es képességével tud lőni 2-t, és ő nagyon jó kombózik ugye a Will-nek a képességével, mert Will 0 per 2-esé teszi a lényt, ő pedig le tudja lőni. Úgyhogy igazán erősek így kettem. Hát nézzük meg azt a build. És azt mondom, hogy mivel úgysem marad manám, ezért plusszolom, Chandrával pedig lelövöm. Ugye aki a plusz 9-es képessége az, hogy search your graveyard and library, tehát ki tudjuk keresni a graveyardból és a libraryből bármilyen mennyiségű piros instant vagy sorcery kártyát, exile-olni tudjuk őket, és ebben a körben ki tudjuk játszani, és még ad 6 piros manát is ehhez. Úgyhogy nem olyan rossz. Nézzük, van-e megoldása valamire. Ugye itt jó lenne a 2 mana. Hát így a Jvari Disruption-nel, ugye mivel olcsóbbítja a varázslatokat, meg tudjuk fogni a Polukránoszt. És jött egy Cosmos Elixir. Aha, tehát akkor azt mondom, hogy húzzunk 2 lapot. Sajnos csak földek jöttek. Leteszünk egy Cosmos Elixir, és leteszük a Snarl-t. Megmutatjuk neki a Snow Covered Mountain-t. És lövünk. Így ugye van 3 manánk kanterelni, ezt meg lerakjuk a deck aljára, nem kell most egyelőre több föld. Nézzük, hogy mi jön. Az is lehet, hogyha most megint megkanterlem a következő lapját, vagy nem megint, hanem megkanterlem a következő lapját, akkor be is dobja. De ugye nagyjából mindent meg tudunk oldani, kivéve ugye a Polukrános, mert ő plusz 1-1 kantereket kap. Hát nyilván meg kell fogni a leszedést a Chandrára, és húztunk kantert. Jó, letesszük ezt. És discarded handed exile the top 3 cards, nem. Úgyhogy csak 2-t lövünk. És pluszoljuk, következő körben majd húzunk 2-t. Most ugye a Cosmos Elixir az gyógyít rajtunk. Úgyhogy innentől elvileg lapot tudunk majd húzni. Na, World Shaper. Igazából nincsen hésztje, úgyhogy őt leengedtük. Jöhet a körünk. Húzunk 2-t. Húzunk 2-t, húzunk 2-t. Nem mondom, hogy erős. Leteszünk egy Celestust, és... Igazából vele le tudunk tenni blokkereket, úgyhogy annyit csinálunk csak, hogy lövünk 2-t fejbe, és akkor megvárjuk a körvégi lapunkat. Egy Chandra Fire Artisan. És megnézzük, hogy mit csinál az ellenfél. Gondolom a World Shaper-rel a Chandrát próbálja meg leütni. És igazából ezt mi engedjük is. Hagy üssön bele 3-at, nem akarjuk ultizni. Tehát bőven jó lesz a következő körbe lelőni. Ugye vissza fogja hozni az összes földet, ami a graveyardjában van. Ez
egy föld, igaz? Így van. És akkor jön egy R-Tie Resurrected, amit megkanterlünk, és még Millel is az ellenfél hármat. Jöhetünk. Hát nem mondom, hogy annyira jól húzunk. Most rampok. De vele legalább tudunk exile-olni egyet. Ami megint csak egy föld, úgyhogy letesszük földként. És akkor használjuk el ezt a World Shaper re a kis kombunkat. És persze, tegye csak vissza a földeket, még mindig marad blokkerünk. Tehát nincs gond, ha a hésztes lényen jönne és valami nagyon veszélyeztetve lenne, akkor tudunk letenni két blokkert. Így pedig ugye bármit le tudunk szedni, főleg a Muldrotát, hogyha lerakja. Ugye a Folukránoszú már fájtolni tud, na, jött egy Jarok. Ezt le is engedjük, nincs hésztje. Akkor a gondot nem okoz. Keres valamit. Nagyon jó. És akkor nézzük, hogy három manából milyen van. Van még egy Urg. Aha, number of land cards in your graveyard. Hát ugye most tett vissza mindent, úgyhogy ez sem olyan gond. Na nézzük, mit húzunk, egy jó Frostbite-ot. Hát akkor exile-oljuk a felső lapunkat. Az a tuti. Fiery Emancipation. Tökéletes. Így igazából, ugye azt tudjuk csinálni, hogy a Jarokot 0-2-zzük, lelőjük az Urgot, és a Frostbite-tal lelőjük a Jarokot is. És szerintem még light up the stage-elhetünk is. Hát nem erre számítottam, de akkor leteszünk egy földet. A Shatterskull Smashing nem rossz. És remélem körvégén húzunk egy countert, nem sokat láttunk eddig belőle. De egy jó sok is jó, főleg most, hogy hatot lő. Hát innen azért most már fel kell kötni a nadrágot mindenkinek, aki ugye leszeretné szedni az asztalt, vagy len szeretne tudni egy lényt. Ugye Chandra is most már hatokat lő körönként. Ugye ez is fontos, hogyha őróla leesnek loyalty counterek, akkor ő is jó sokat tud. Izoni, na hát az Izoni, ezzel a sok kis insektjével nem rossz. És akkor még jön egy Skull Prophet. És akkor itt lesz majd ugye az, hogy lehet, hogy nem is kell semmi. Megnézzük az Exile-t. Ezt letesszük, és elvileg... Aha, de ez csak Target Creature or Planeswalker, tehát az sem kell. De egyért kirakva le tudok szedni kettőt. Hát az a, hogy a Burn Down-nal leszedem az egész asztalomat. Ez nem a legjobb. Húzunk kettőt. Megnézzük, hogy mit csinál a Will. Visszatesszük Command Zone-ba. Aha, One with the Multiverse. Na, ez nem olyan rossz. Ki is tudtuk rakni rögtön az első meccsen. Maradt még 1, 2, 3, 4, 5 manánk. És akkor tudunk ezzel lőni 6, meg 6 az 12. Úgyhogy ezt rakjuk ki manáért. Rakjuk ki manáért. 5 szeretném a kezembe tenni. 5 szeretném betenni a library-be. Ő pedig mehet exile-ba. Royal Science. Ugye azt kell most figyelni, hogy mit tudunk ingyen kirakni. A Royal Science... Hát az éppenséggel kijöhet... ingyen. Így van. És akkor... Draw a card and discard a card.
A quest of mystery. Hmm. Hát most eldobom ezt a lapot. És ebben az esetben... Hát az izonit lövöm le. És ott lövök abba. Hatot. És ugye itt még mindig van az, hogy... hát ezt nulláig tudom már csak. Úgyhogy akkor leteszek egy Wizard's Class-t. Felhúzom a Teferit. Dizallón van. Nincsen rá manám. Azért most itt is van döntés, hogy mit üt le a lényeivel. Na, jön a Muldrota. És akkor nézzük, mit rak ki. Maradt három manája. Hát valószínűleg a Chandrát leüti. Tehát nagyon, bocsánat, négy mana, igen, ki tudja játszani. Nagyon nagy a valószínűsége, hogy a Chandrát nem fogja fent hagyni. Ugye a Heart of Fire-t. De nem gond. Bár miért engedtem le a Muldrotát, mikor Memory Lapse-elni tudtam volna. Benéztem, nem baj. Ha. Destroy target non-land permanent. Na nézzük, mi az, ami jobban zavarja őt. Hát gondoltam, ugye a Fire Emancipation az elég zavaró. És akkor le fog ütni a Chandrát. Ugye ez se rossz, mert ezzel is tudok opponensbe lőni. És mindennel rámegy a Chandrára. Nem, azt hittem. És arra nem gondol, hogy mi lenne, hogyha... Az a baj, hogy ez csak legendary creature-ökre, pedig planeswalker-ökre is milyen jó lenne. Na nézzük! Ugye így tudunk lőni kettőt fejbe, ami még mindig bőven jó. Na hát, kirakunk egy földet, és akkor nézzük. Ha ezt a Chandrát én nem, egyelőre nem rakok ki semmit. Őt pluszolom. Így van. És azt mondom, hogy jaj, eldobtam a tömegírtást az előbb. Nagy hiba volt. Kirakom a tezzeretet. És ugye húzunk kettőt, mert megvannak a... Hát azt pont nem tudom kirakni a dektetőről. Úgyhogy mi lenne, hogyha őt akkor kiraknám a ingyen. Húzok is vele egy lapot. Uh-huh. Jó. Kirakom a Tibaltot. Amivel tudok lőni. Kirakom ezt. Hát ha... Shuffle, nem az jött a dektetőre. Kettő manám maradt. Ugye az egy memory lapsra pont elég. Viszont... Na most gondolkodjunk. Ugye itt van még ő, veled tudunk egyet, jó? Draw and discard. Hát az se a legjobb, de el fogjuk dobni ezt a földet. Jó. Egy, kettő, négy manáért le tudunk tenni valamit. Hát jó, letesszük. Ja, várjunk. Ha Kotasz tud lőni, mennyit van? Egy mountain, sphere, négy mountainünk. Tehát azért olyan nagyot ő se tud, de ezt a Skyfisher Spider-t ezt pont le tudja. Aha, viszont tud gyógyulni tizet. Hát mindegy, nézzük meg. Most majd megint ütöget. Jó, ez jöhet kézbe. És akkor le tudom tenni a Kotot. Stopping Phyrexia is all that matters.
Jó, ezzel ugye lelőjük a Spider. Gyógyuljon csak. Igen. Jó, használtunk mindenkit, oké. Na hát azért itt most vannak fenyegetések, van lent 7 planeswalkerünk. Mindenkit nem tud megoldani ebben a körben. Mert az Oracle-lel ugye egyet tudunk blokkolni, és hoppá, nem! Nem gyógyult. Hát miért is gyógyult van, amikor újra ki tudja tenni? Hogyha szeretné. Karn Silex. Na hát a következő körre ugye van egy leszedése. Ha, nem rossz. Ugye meg tud counterelni valamit, ami célozná az egyik lényét, és ez lehet ability is, nem csak spell. És most nekünk kéne a Destroy Target Artifact. Na, mi történt? Hát csak a szokásos. De, bocsánat, de elő szokott fordulni, hogy így kifagy a játék. Így a semmiből. Nem tudom, hogy nektek ez szokott-e lenni. Megpróbálunk gyorsan belogolni vissza a játékba. Hát, ha nem telik még le. Mit szedett le a... Hát lejött valami... Na, az mi volt az a Tamio? Azt látom, hogy... Hogy nem látok semmit. Tehát ennek most így kifejezetten örülök, mert fogalmam sincs, hogy mi történt. Exiled. De... Hova tűnt két planeswalker-öm? 1, 2, 3, 4, 5... Nem... Igen, tehát... Fogalmam sincs, hogy mi történt. Na, az ütné azt... Ezt üti az az egy... És azt pedig ütik négyen. Nyilván megfogom az egyiket, hogy fennmaradjon a Tibalt. Tehát annyira jó, hogy kikresselt a játék, mert fogalmam sincs, hogy mi történt. Aha, megvan. Complete enters the battle, tap enchanted permanent, if it's not a cheat, enchanted loses all abilities. Oké, akkor most már megvan. Tap to permanent. Ez még annyira nem is rossz. És 4 damage. Ja, és lesz... És mivel szedte le a... És ezeket mivel szedte le? Tehát, hogy remek, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt, és csak egyszerűen eltűnt 3 lapom. Tehát remek a játék, ismételten. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Nem látok semmit, amivel le tudta volna ezeket szedni, és egyszerűen csak a graveyardba került. Na, ezt magyarázza meg nekem valami, hogy egy kikresselés után mi történt. Úgyhogy ez így remek. Na, akkor húzzunk 2-t. Nézzük meg ezt, hogy sikerül-e valami tömegírtást húznunk. Semmit nem sikerül húzni. Hát ugye a magma opusszal lenne esélyünk leszedni 4-et, amit meg tud kanterelni. Jó, ezzel is húzzunk egyet. Ugye megy az időm, mint állat. Legnagyobb örömömre diszkardolunk egy teppelve jövő földet. Vele draftolni tudunk, vele tudunk egyet exile-olni. Mox Ruby, az ad egy manát ingyen. Viszont van még laphúzásunk? Van. Mindent megpróbálunk most. Tömegírtást kéne húzni, vagy valamilyen leszedést. Egyelőre nem jön semmi. Csak lerakjuk ezt. Na. Ez nem olyan rossz. Dispark. Na. Ugye akkor van 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana.
Hát az kevés, a 6 mana nagyon kevés, mert a Disparkot meg tudja... Ja, igen, el kell dobnunk egy lapot. Eldobom a Neutralized. Ez ad plusz 2 manát. Jó, az most teljesen mindegy, hogy mit választok, megy úgyis a grave-be. És a Magma Opusra van mana. 1, 2, 3, 4. Teppelek 2 permanenst, teppelem ezt és teppelem azt. Na nézzük, hogy feláldozza erre a szirént. Ja nem, mert nem maradt manája. Ó, és ott egy Time Walk, ott egy Time Walk. Hát sajnos túl kéne élni a következő kört. De nagy valószínűséggel ugye rá fog menni a Planeswalkerökre. Szerintem legalábbis. Úgyhogy azért valamennyink marad. Mi ad végtelen kezet? Ja, a Wizards Class. Oké. Hát ezt is le tudjuk szedni, ugye a Disparkkal. És akkor van újra Teferink. Azért ez 7 loyalt is. És az az Unlicensed Hearth majd szépen elkezdi kiszedegetni a graveyardját. Na hát már azért nem olyan vészes. És a Time Walk, és akkor innentől talán meg tudjuk majd fordítani. De hogy szedte le azt a 3 lapomat, az még mindig nem világos. Tehát, hogy ezt még mindig próbálom kitalálni, hogy szedte le 2 Planeswalkerömet, és hogy szedte le főleg az enchantmentemet. Na, támad! Na nézzük, kit hogyan támad. Hát ez, ugye ez egy elég nagy hiba szerintem, de ő támadja a Tibaltot, ő támadja őt, ő is a Tibaltot. Jó. Hát igazából a Muldrot át kell megblokkolnom. Megnézzük. Jó, így fennmaradt a Royal Science. És a Karm Silex 5, tehát leszedi az egész asztalt. Hát ez remek. Ezt a lapot láttuk, hogy ki akarja rakni, és semmi más. Tehát, hogyha aki nézi, az próbálja meg nekem segíteni, és kitalálni, hogy mi történt. Tehát, hogy esett le ez a lapom? Tehát ez a 3 lapom, ezzel mi történt? Nem tudom. Egyszerűen. Biztos valami, amit így nem tudok felfogni, vagy nem látom, hogy mi, de nem, egyszerűen nem értem, hogy mi történhetett. Na hát akkor még mindig tömegírtásra túrunk. De nyilván nem jön, de nem baj, mert van Time Walkunk. És, aha, itt van Destroy Target Artifact. Húzunk 2-t, meg Destroy Target Artifact, húzunk 2-t, leszedjük azt. És ugye így, ha van Ancestral Recallunk. Ja, 2-t kell dobni, hát akkor eldobjuk a Disparkot is, most nincsen semmi olyan, ami tudna más manát adni. Van 3 manánk még, akkor leteszünk egy Unlicensed Hearth és egy Ancestral Recallt. Ugye a kör végén, sőt, ja, a kör végén dobálni kell. Mert most ugye leszedett mindent, és még mindig nem jön tömegírtás, azért játszunk egy párral. Swiftwood Boots meg a Fabled Passage menjen el a francba. És akkor discard 6 card, nem kell a teppelt föld. Nem kell a... Hát nem kell a nigét.
Ez se kell most, ez se kell. Ez se kell, és akkor dobjuk el még a memory lapsot. Hát remek, hogy sikerült megint egy földet húznunk. Akkor draw to, discard to. Time twister. Jól leteszünk egy... Ja, discard two. Eldobunk egy... Nem lesz, hogy two or more, az állva jön, akkor eldobjuk ezt, meg eldobjuk a ionized. Jó. Letesszük a moxot. Letesszük a földet. Ezt letesszük fortelbe. Jöhet egy jaja. És akkor nyomjunk egy time twistert. But with a little focus, they can purr. Hour of Devastation sem az igazi, de a Lightning Bolt-tal jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 manánk van. Hát sajnos, így ugye le fognak esni. Azért megnézzük, hát ha. Hát ha, jó, a Prismary Command az nem olyan rossz. Van, leesik minden. És akkor maradt nekünk. Ugye? Nézzük meg, hogy mi. Ja, hát ezt ki is szedjük, igen. Ugye nincsen graveyardja. És lelőjük a Muldrotát. Na. 8 manáj jön, az nem olyan vészes. De van Seagate Restorationünk a következő körre. Manglehorn. Destroy target artifact, hát leszedi az unlicensed Hurst. Remek. Ugye a graveyard paklik ellen. Oracle of the Alpha, neki is van. Szerencsére ugye mi Power 9-t visszakevertük, csak a Time Twister esett ki. Meyer Triton kezdi is a kimentek a moxok. És akkor a Sirian Storm Tamer is visszajön. Ugye a mi exilunkban azért van pár dolog. Na, mindenek előtt Seagate Restoration. Kell az Infinite kéz, meg a jó sok lap. Így van. Na, One with the Multiverse. De megint hol vannak a tömegírtások, tehát sikerült egyet húzni végre. Nagyon jó. Hát a Black Lotus-t ezt kijátsszuk. Ugye manából. Electrolyze. Hát az Electrolyze-t ezt kikasztoljuk. És azt mondjuk, hogy kettő damage-et tudunk kiosztani. Megnézzük, hogy megkanterli-e. Nekem az is, hogyha feláldozza, de nem. Húztunk egy lapot. Jó, le tudjuk tenni ezt, és akkor a decktetőn egy counter. Esküszöm, hogy... Jó, akkor átadjuk. Visszajött 7 HP-ról, tehát... 7 HP-ról jött vissza az ellenfél. Na hát... A Boseiju, így most már legalább látom, de az előbb nem láttam a graveyardjába. Természetesen kikeresünk vele egy földet. Nézzük csak, mit tudunk visszavenni. Nagyon jó. Hát ez most így igazán jó szerintem. Ugyanis akkor visszateszünk egy Mystic Sanctuary. Na, Mystic Sanctuary-t. És akkor egy Hour of Devastation-t kézbe veszünk.
Ez azért elég fenyegetés szerintem, hogy fixen azt húzzuk. De leteszi így is a múldrotát. Így is leteszi a múldrotát. És még egy Siren Storm Tamert is. Oké. Meg a Mox Emerald. Gilded Goose. Remek. És ugye ki van szedve az egyetlen lapom, ami ugye a graveyardot tudja piszkálni. Vissza tudom még azért venni. Azt hiszem. Oké, my turn. Na, hát tudtuk, hogy húzunk egy Hour of Devastation-t. Az a baj, hogy... Aha. Hát nézzük meg egyből az Hour of Devastation-t. Azt erre nem tudja felszekkelni. Úgyhogy ez leszette. És ugye ezután jöhet a kot, ami le tudja lőni a múldrotát. Nagyon jó. Le tudja lőni a múldrotát. Így van. Jó, és akkor most le tudjuk tenni a Skyclave reliket, természetesen kikörrel. Így van. Kapunk még dolgokat. És kénytelen vagyok rámenni arra, hogy megtartom kanterekre a manát. És akkor újraépíteni mindent nulláról, kicsit több manával. 10 mana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A Pluckcrafter nyugodtan lejöhet, hajlandó vagyok feláldozni a kotot. Tehát nem gond. Így van, tökéletes. És akkor ott jön a múldrota, amire én azt mondom, hogy Wizard's Retort-tal kattereljük meg. És maradt 2 manája, és most innentől nem engedem le a múldrotát. Tehát innentől az a terv, hogy a múldrota az nem fog lejönni, mi pedig a Den of the Bugbear-rel agyonverjük. Jó, nem fogom nyilván feláldozni a Black Lotus-t. Snow Covered Mountain Teferi. És a Teferinek lényét kérem. Tehát jöhet a 2-2-es lény. És... ennyi. Mehet a Den támadni. Manám még így is maradt kanterre. Neki meg ugye kell a múldrota. Van Storm Giant-em is. Aj. Nem baj. Elfelejtettem. Majd a következő körbe. Ezt viszonylag könnyebb lelőni. Na? Melyik veszélyesebb? Mystic Subduel. Hát... én azt egy tatkolapszal megfognám, és menjen is ki 3 lap, és kiment az Ancestral Recall-ja. Úgyhogy ez nem rossz, kezdünk támadgatni, aztán szépen megpróbáljuk levinni. Maradt 4 kanterünk. Azzal azért szerintem elég sok mindent tudunk tenni. Teacher Supplier. Azt a következő körbe szeretném, hogy kiragd.
Igen, a Memory Lapse-el ment a dektetőre. És megunta, bedobta. Hú, gyerekek! Ez egy igen komoly meccs volt. Hú, mondom, légy szíves, itt aki nálam okosabb, hogy tűntek el a lapjaim az asztalról, azt nem tudom. De én azt mondom, hogy ez egy igazán izgalmas meccs volt, tehát aki végignézte, az most egy jó meccset látott. Innentől talán ugye most a Muldrotát is megkanterlem, és ugye a két Manlanddel, meg a Teferivel most már azért egy olyan előnyt tudtam volna építeni, meg a kis lényünkkel, hogy valószínűleg nyerek, de ez egy kemény meccs volt, úgyhogy ezen kívül még azért egy belefér ebbe a videóba. Na hát az előző maratoni mérkőzés után azért még csak belefér ez is, úgyhogy mai utolsó ellenfelünk Vraska, Golgari Queen, ugye azaz a Planeswalker, aki ugye 4 manáért, 4 loyalty-val jön, plusz 2 és sacrifice another permanent, if you do, you gain 1 life, draw a card, minusz 3 le tudsz szedni egy non-land permanent, ami mana value 3 or lesz, meg ugye tud adni egy emblemet, és hogyha egy lény combat damage-et okoz, akkor az a játékos elveszti. Hát írtózatosan rossz kéz, úgyhogy maligenelünk. Ez valamivel jobb. Nem, úgyhogy még egy maligen. És ez már jobban tetszik. És a One with the Multiverse letesszük az aljára. Fixen teppelve jövő semmit nem csináló Indestructible földdel kezdünk, aztán Temple of Epiphanival, de már van egy vasövéjünk, és jön majd egy újabb földünk. Bár nem fenyeget az a veszély, hogy a Vraskát ugye lerakná. Helyett egy Paradise Druid, nem olyan rossz, jöhet egy álló Steam Vents, és át is adjuk, és akkor a Didn't Say Please-zel tudunk esetlegesen counterelni, hogyha kell. És nézzük, hogy mit próbál. Transmogrant Crown. Hát azt fogjuk meg. Azért elég jó kis lapúzásnak tűnik, hogyha dial egy lény. Ugye főleg, hogy van mellé egy second gene-je is. Hát akkor jön a Shivan Reef, és megtartjuk a vasövére a manát. De Arcane Infusion instant, úgyhogy ha vraskázik, akkor is ki tudjuk játszani, és a vasövé az tökéletes. Egy manából meg csak nem fog semmi durvaság lejönni. Üt gondolom kettőt. Nem üt kettőt, úgyhogy akkor a kör végén még tudunk is nyomni egy Arcane Infusion-t, és You Find the Villain's Lair-t kézbe veszünk, ami ugye egy counter, úgyhogy nem rossz. És akkor jött egy gate, és már át is adjuk a lehetőséget az ellenfelünknek. Megint tud vraskázni? Gilded Lotus. Hát nyilván megfogjuk. Ne rampoljon. Na. Hát jó. Megtartjuk a Wizard's Retort-ra. Hogyha nem játszik semmit, akkor meg tudunk gate-elni. Az is lehet, hogy megunja itt a sok counterelgetést majd. Na nézzük. Föld. Ugin. Az is megy a levesbe. Jó. És igazából most már itt 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nekem kell az a lapúzás, úgyhogy kell az a... Üsse le nyugodtan, nem izgat, bár ugye lesz Lightning Bolt. Úgyhogy ha a druid támadná, akkor majd lelőjük. Szerencsére azt nem viszi a vraska.
Ez fontos. És akkor Key to the Archive következő körbe? Hát, ki tudja. Nézzük, hogy támad-e, és persze, hogy támad a Paradise Druid. Ki is szedjük. És akkor nézzük, milyen marad. 6 mana. Jön-e valami nagy? Amit mondjuk a 4-es Stormbreath nem visz le. Persze, hogy leviszi, hát ugye a Will, ha fönn marad, akkor csak 0-2-esként kell számolni a lényekkel. Na, mit szeretne az ellenfél? És nézi a földjeinket, lehet, hogy van egy földírtása? Ó, szép! Ellőtte, hát erre én nem biztos, hogy ellőttem volna. De akkor ugye elmegy ez. Megkérem a Time Warpot. És akkor megnézzük, hogy mi van a kövkörbe. Ez szép volt a Casualties of War-ral. Na, Vraska, Relic Seeker. Hát, na most, hogyha ez egyből leszedi az artifaktot, nyilván, tehát, hogy ott van megint mindenre a leszedés. Hát akkor nézzük meg. Chandrát pont le tudja lőni, akkor nekem is ott van mindenre a leszedés. Pont tudok 3-at lőni a vraskájába. Akkor a plusz kör az majd a következőbe, hogyha letesz egy-két lényt. Old Rutstein. Rutstein. Ott egy insektet. Cold Steel Heart. Hát igazából tudok mondani egy plusz 2-t, és tudok mondani egy Time Warpot, aztán meg End Turn, és be is dobta. Ez nem sikerült olyan izgalmasra, mint az első, de azért remélem az tetszett nektek. Az első meccs az szerintem jóra sikerült. Mint láthatjátok, ott igazán kijött a kontroll. Itt a második meccsen azért ez sem volt olyan rossz. Nem mondom, hogy nagyon nyerésre álltam. Szerintem az ellenfél inkább megunta, hogy úgy nagyjából mindenre van megoldásom, meg ugye a pluszkör miatt valószínűleg gondolta, hogy meg tudom oldani a lényeit, ami ugye valószínű, mert a mínusz 3-mal ugye le tudom szedni, és onnan megint egy picit jobban bekontrollálni. De hát ugye ilyen ez a játék, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és ha támogatni szeretnétek, hogy még több ilyen videó készüljön, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a szokásos Magic videókról, tervezek majd egyéb extrákat is, ugye a múltkor megjelent már a Secret Lair bontogatós videó, ha megjönnek majd a kiegek, amiket rendeltem, akkor azokból is lesz majd videó, csak hogy lássátok, hogy azért én élőbe is kártyázok. Sziasztok!